Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok! Szeretnétek látni egy fun gameplayt? Akkor íme itt van. Egy nagyon jó kis játék, nem különösebben nagyon killstreaket, hanem inkább csak egy fun. Ugye egy jó sikerült játék, bár a véges zsinórba haltam négyszer, de nem számít, akkor is egy nagyon jó játék lett. És úgy jó nézni. De a lényeg, amiért csináltam ezt a videót, az, hogy beszéljünk egy kicsit az exomozgásokról. Ez a videó nem feltétlenül tükrözi azt, amiről beszélni fogok, de viszont amiről beszélni fogok, úgy gondolom, hogy egy jó észrevétel, szeretném hozzáfűznétek ti is vélemény, szeretném, hogy ti is segítenétek nekem, hogy egyrészt ez a meglátás jó-e, és hogy mit gondoltok róla, és ti észrevettetek-e valami ilyesmit. Nos, ugye egy pár órácskán van benne a játékban, minden videó, amit láttok, az régebbi, mint ahol én jelenleg járok szintekkel, ezért mindig jönnek az újabb ötletek, szóval ez valamikor sokkal régebben volt, mint ahol éppen én itt most járok valójában. Szóval beszéljünk egy kicsit az exomozgásokról, és hogy mit vettem észre velük kapcsolatban. Ugye itt van ez az új kód, és jaj, de nagyszerű, Crysis, Titanfall, mindenki így van vele, aztán beleöltem most már egy pár órát, és hát azt mondom nektek, hogy nem Crysis, nem Titanfall, annak ellenére, hogy lehetsz láthatatlan, annak ellenére, hogy ilyen boost jump-al megölheted az ellenfelet, annak ellenére, hogy dupla ugrás van benne, bár nincs parkűrözés, ugye nincs falonfutás, nincs ilyesmi, annak ellenére, de mégsem az, még sincs hasonlóság a kettő között, tehát annak ellenére, hogy már láttuk más videójátékokban is, amit most kodokban megcsináltak, de mégis van egy eszenciája ennek az exomozgásnak. Mégis van egy oldala, ahogy fel lehet használni, hogy működjön nálad ez a játék. És az első és lényeges szempont, azt hiszem, a lelassulás. Mert kijött az új kód, és nagyon izgi, nagyon izgi, és bemegy játszani, és bazd meg, már megint deszor lett a statom, bazd meg, nem hoztam össze ezt a készüket, és minden ember azt látott, hogy ugrálnak, mint a hülyék, és lőnek, és nem érted, hogy nekik miért megy, és hogy van ez, aztán ez én is így voltam, aztán elkezdtem egy valamire felfigyelni, hogy egyik ismerősöm itt Facebookon ráírt, hogy hú, de jó lenne, csináljak már egy videót végre erről és arról, és beszéljek már arról, hogy az embereket rászoktassam a ugrabugrálásra. Aztán addigra persze már kialakult ez az észrevételem, és így nem írtam neki vissza, de mondtam neki, hogy ne aggódjál, minden megír a magason el, és most, hát ha tetszik, ha nem, én nem foglak titeket rábeszélni az ugrabugrálásra. Ó, micsoda, mit csinál ez a nekrosrác? Ja, azt mondom, srácok, hogy ugrabugrálni nagyon jó dolog. Fölöslegesen ugrabugrálni nagyon szar dolog. És ez a videó azt is tükrözi, amikor jókor ugrabugrálok, és amikor fölöslegesen ugrabugrálok igazából. És ja, bár nagyon izgalmas ez az új exomozgás, ez az ugrabugrálás, de egyet mondok neked, és szerintem érdemes megfogadni, hogy csak akkor ugor fel tetőkre, csak akkor csinálj exomozgásokat, amikor a szükség megköveteli. Mire gondolok itt? Például, amikor el vagy veszve a pályád, nem tudod éppen, hogy hol tart a játék, érdemes felugrani egy tetőre, felmérni a terepet, és tovább mozogni. Második példa, amikor veszélyben vagy, tehát hátba támadnak, pölöl, vagy szemből támadnak, például felugrasz, kisiklasz, bármilyen exomozgás, amit kijön a fejedből, vagy reflexből, ösztönből kijön, akkor érdemes megcsinálni, amikor a helyzet megköveteli. Szóval fölöslegesen tényleg nem érdemes ugrálni, mert saját magad sodrod veszélyben. Mostanra már biztos te is észrevetted, hogy fölugrottál fölöslegesen egy tetőre, és már kiszedtek ketten. Mert ne felejtsd, valaki mindig ott lesz, hogy hát a felugrok arra tetőre. És a másik nagyon fontos dolog, a pályák úgy vannak kitalálva, hogy ugor fel arra tetőre. De azzal, hogy felugrasz arra a tetőre, azzal kialakultak már ilyen tipikus pontok. Kialakultak tipikus pontok, ahol az emberek felugrálnak automatikusan, mert hogy oda jó felugrani.
És ezt mások megtanulták, hogy oda emberek mennek föl, és lehet, hogy te is fölmész oda, és már helyből kapod a golyót, hát az Isten szerelmére. Szóval azt mondom, hogy ugrabugrálj, de csak akkor, amikor szükséges, amikor veszélyben vagy, amikor fel akarod mérni egy kicsit a terepet, stb. Addig pedig többi részében gondold végig csak egy percet, jázd a normális kódot, mozogja a földön, mert fedezékek vannak a földön, el tudsz bújni. És csak akkor ugrálj, amikor így szükséges. Nehezítsd meg az ellenfeled életét. A Titanfall egyik videómban mondtam, hogy ne add meg nekik azt az örömöt, hogy, hogy be tudjanak célozni. Ugrálj, de csak akkor ugrálj, amikor veszély van. Mert máskor fölösleges. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!